A műsor média partnere a Népszava. Jó estét kívánok, Spiró György, író, műfordító, dramaturg, tanár, költő, meg még sok mindent mondhatnék, hogy mi minden a mai vendégünk, és természetesen hívhatják őt, ahogy megszokták, kollégák mutatják, 44-51-349-es számon, vagy skype.tv.fixhd, és ha mondanak egy vele kapcsolatos emléket, egy művét, egy előadást, bármit, akkor miután már jó idő van, áttérünk a szabadtéri színházakra, tehát a Margit-szigetre és a Városmajorba. Mondom, hogy mikre vannak jegyeink. Ugye a Margit-szigetre rögtön a Nemzeti Filharmonikusok, ez a nyitó koncert Kocsis Zoltán vezényletével. Stacy Kent, ugye egy nagyon híres énekesnő, jazz leginkább koncertje. Ez a kettő az ajánlat most a Margit-szigetre, és a Városmajorba Kis Csillag koncert, Jézus Krisztus Superstar, ugye musical, és hogy azért Kelet-Európából is legyen Spiró György kedvére egy darab, Caracalla, Zűrzavaros éjszaka, ugye ez egy abszurd, vagy előabszurdnak is szokták mondani, komédia. És akkor Spiró György. Jó estét kívánok! Olvasom, hogy 16 évesen elhatároztad, hogy te aztán drámaíró leszel. Ez hogy jött rád, vagy miből jött ez? Elmentem sétálni nyári szünetben a legjobb barátommal a Margit-szigetre, és én akkor már sok mindent abba hagytam, amit addig csináltam. Abba hagytam a zenét, meg festegettem, azt is abba, mindent abba hagytam. Mert miért? Fogalmaztál te úgy, hogy hát te nem voltál annyira tehetséges, igen, ezért író lettél. Igen, ez így van. Mert? Hát van olyan, hogy valaki érzi, hogy nem lesz belőle semmi. De milyen akar? Te komoly zenész vagy, jazz vagy, könnyű vagy? Mit? Nem, hát én hegedültem 8 évig, de inkább zeneszerző szerettem volna lenni, de ahhoz inkább zongorázni kellett volna tudni. És szüleim meg nem vették ezt komolyan, és akkor általános gimnáziumba mentem 8 általános után, és akkor még 2 évet elvégeztem hegedűből, tehát a 2 továbbképzőt, és aztán abba hagytam, hogy nem volt neki értelme. A hegedű az nem volt rossz, tehát bizonyos értelemben a formákat azt a zenének köszönhetem. És nagyon szép élményeim voltak. Volt a Kertész utcai gyakorló zeneiskolának egy zenekara, és történetesen az én hegedű tanárnőm, M. Kutasi Margit volt a karnagy, a karmester. És hát mi játszottunk a rádióban, a 20-as stúdióban, felléptünk a Zeneakadémián, felléptünk a Magyar Televízióban. Tehát az komoly volt, és közönség előtt szépen zenéltünk, úgyhogy én tudom, mi az zenélni. A második hegedű első pultjánál fejeztem be a pályafutásomat, és nem akartam koncertmester lenni. Nekem a második hegedű az nagyon megfelelt, és később is egy csomó ilyen közösségi helyen szerettem másod hegedűs lenni. Na, ott tartottunk, hogy sétáltál a barátoddal. Igen, és hát el kellett dönteni, hogy mi legyek. Mégis már 16 évesek voltunk, és hát akkor eszünkbe jutott, hogy irodalom. És hát a líra, ugye az volt az első, ami fölmerült, de hát ahhoz tehetség kell, és ki tudja, hogy nekem van-e. A próza az nem jöhetett szóba, mert az hosszú és unalmas olvasni, és hát még megírni. Ugye csak a regényt vettük figyelembe, mert a novellák azok olyan kicsik, rövidek, jelentéktelenek, úgyhogy ez föl sem merült, hogy novellát én. És maradt a dráma. És annak megörültünk, mert a drámát egyrészt ki is adják könyvbe, másrészt elő is adják, 2-szer fizetnek rá. Megvolt a megoldás. És akkor azon a nyáron
megírtam első drámámat. És megtanultam gépelni egyúttal. Hát, szüleim beszálltak, de volt megtakarított pénzem is, akkor abból vettem egy használt írógépet. Rheinmetall volt a típusa, ilyen Erika típusú, csak egy picit nagyobb, táskagép, és azt aztán évtizedekig használtam. De ugyanakkor meg azt is mondtad, hogy te óvatos vagy a tehetségtelen emberekkel, mert te 6 évig tök tehetségtelen voltál. Most egyrészt ugye az emberbe fölmel, hogy te ezt kapásból tudtad, hogy írtad, és közben tudtad, hogy na ez nem jó? Vagy leírtad, visszaolvastad, és mondtad, hogy Hát igen, ez az, az ember leírja, azt hiszi, hogy jó, elolvassa, másnap kiderül, hogy borzasztó. Hát igen, azt lehet látni. De ezt te rögtön tudtad 16-17 éves korodban? Hát vagy? Láttam. Hát láttam, persze. Mi volt benne a rossz, mondjuk így? Minden. Minden. Hát szóval az a helyzet, hogy ha az ember úgy lesz író, hogy eldönti, anélkül, hogy élményei lennének, amelyeket feltétlenül meg kell írni, és nekem nem voltak olyan élményeim. Vagy legalábbis nem tudtam róluk. Hát akkor ki kell várni, amíg összejön mindaz, amit érdemes megírni. Na most addig az ember azért csinálja, de hát jobb, hogyha tisztában van vele, hogy az semmi, az új gyakorlat. Az azért van, hogy megtanuljon bizonyos fogásokat, azért van, hogy megtanulja az összes versformát, szóval mindent megtanuljon, de hát majd valamikor, amikor érdemes lesz valamit megírni, hogy akkor már az ember a formát elsajátítsa. Ezzel úgy tisztában voltam. Azt nem tudtam, hogy tulajdonképpen van bennem valami létélmény, ami később derült ki, hogy már gyerekkoromban megkaptam. De ez nagyon-nagyon évtizedek múlva derült ki. De az mi volt? Tulajdonképpen én már egész kicsi koromban megtapasztaltam, milyen az emberi hülyeség. De nem tudtam, hogy ezt én tudom. És azóta is tulajdonképpen ezt írom, mint De írom. Számodra milyen volt? Tehát mint tapasztaltad ezt meg? Hát otthon. Hogy milyen az, amikor elképesztő buták az emberek, akik körülvesznek, meg milyen rossz indulatúak és gonoszak. Az nagyon érdekes. De ez hogy, a rokonok, hát a család, vagy a szülők? Igen, a család egy része. Szerintem minden családban vannak ilyen emberek. A család, mint olyan, elég borzasztó intézmény. Hát nem találtak ki jobbat, ugye? És rettenetes dolgok történnek. De veled mik történt? Nem tudom, volt egy nem nagyon normális nagymamám például, aki nem tehetett róla, súlyos agyérelmes esedésbe szenvedett már 50 éves korában, és rá voltam bízva. Nem tehetett róla, beteg volt, de hát olyan rémes gonoszságot később se nagyon tapasztaltam. De miben volt gonosz? Tehát utált téged? Vagy? Mindenkit utált. Ebben igaza is volt, mert rémes, borzalmas élete volt neki. De szóval, hogyha nem kap az agyad vért, és magas a vérnyomásod, azért van, mert ugye a hajszál erekbe vannak szűkülve, és görcsbe vannak, és akkor nem tudsz normálisan gondolkozni, akkor csak a negatív indulatok vannak benned. Ő ilyen volt, de hát nem tudtam, hát egy gyereknek úgy adottság az, amiben beleszültik, és hát főleg ő volt velem otthon hosszú évekig, mert szüleim dolgoztak, és egyszer hazudott rólam, tehát hazajöttek este a szüleim, és olyanokat mondott rólam, amiket nem csináltam, álmomba se jutott volna eszembe, és ők meg elhitték, mert ő volt a felnőtt. És én nem tudtam, hogy ez egy tudás, tehát ez az emberről való igazi tudás. Én sokáig úgy szerettem volna az embert, az emberiséget, nem tudom, magamat megismerni, és olyan 30-valahány éves koromban kezdtem el odáig eljutni, hogy hát én a lényegből valamit tudok már gyerekkorom óta, csak nem jöttem rá, hogy ez az. Na most a hülyeség és a gonoszság és a butaság az, ami bennünk közös. Minden emberben. Ez a gyermeteg, irigy, bosszúálló szörnyűség. Erre ráépül a kultúra, ráépül a civilizáció, sok minden ráépül, és elnyomja.
Pedig ez valami elementárisan jelentős dolog. Nagyon régóta vár egy telefonál, köszönöm a türelmet, Spiró György, Bóta Gábor, jó estét! Jó estét, jó estét! Jó estét kívánok, én vagyok a napban. Igen, parancsoljon! Ibolya vagyok, és üdvözlöm az urakat, nagy híve vagyok az író úrnak, és kedvelem a Bóta úr műsorait is. Köszönjük! Most említeném a Koccanást, amit a színházban láttam, és a Fogság című regényét. Így van, köszönjük szépen. Ugye a Koccanás még már nem megy, ugye? De pár évvel ezelőtt még ment a katonába. Igen, ott láttam. Gondolom. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Várjuk az újabb telefonálókat, és természetesen ára két jegy a Margit-szigeti szabadtéri színpadra, vagy a Városmajorba. Na, és akkor 23 éves voltál, ugye, amikor azt érezted, hogy a Hannibal című darabban megírtál egy jelenetet, ami fú, ez most oké. Igen, hát írtam én rengeteg abszurd drámát, meg mindenfélét írtam éveken keresztül, és aztán 68-ban ősszel jutott eszembe, valószínűleg nem teljesen függetlenül a csehszlovákiai eseményektől, ez a darab téma. Hát Hannibal az Hannibal, hát ismerik a történelemből, hogy a végig vonult Rómán, és minden csatát megnyert, és aztán végül is elvesztette az egészet, és Kartagó is tönkrement bele. És úgy gondoltam, hogy ebben van valami érdekesség. Na most elég mechanikus a darab. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a korszellem benne van, de hát nem nagyon érdekesek a szereplők. Ahogy a történelem megy, és ahogy a struktúrák működnek, az le van benne írva. De van egy jelenet benne, ami nem tudom, hogy jutott eszembe. Vonulás közben a Hannibal serege találkozik két sáskaevővel. Ezek teljesen mesztelenek, barlangban élnek, és nem csinálnak semmit. És a sáskákat teszik, amik ottan jönnek-mennek. És nem tud velük mihez kezdeni a Hannibal, aki hát egy hadvezér, és vannak racionális céljai. És ezeket nem lehet besorozni a hadseregbe, mint ahogy a többieket besorozta vonultában, meg nem lehet velük mihez kezdeni. És aztán megöleti őket, de azzal se lesz jobb a helyzet. Szóval van valami, amivel ő találkozik, amihez nincsen kulcsa. És én ezt nem terveztem, ezt a jelenetet abba a darabba, csak egyszerűen úgy megláttam valamit, és leírtam, és aztán kiderült, hogy ez egy élő, ez egy eleven dolog, ez a jelenet. Fogalmam nincs, hogy hogyan jutott eszembe, de ez volt az első olyan, amit nem terveztem el, hanem a koncentráció következtében hirtelen valami megnyílt bennem, ami addig zárva volt. Szerintem akkor lettem tehetséges egy kicsikét. És aztán ez így maradt? Vagy hát hol így maradt, hol? Voltak nagyon erős hullámvölgyek, vagy abszolút, igen? Abszolút hullámzó a dolog. Tehát mindenki, aki tehetségtelen, lehet tehetséges, és mindenki, aki tehetséges, annak vannak rettentően tehetségtelen periódusai, persze. Hát ugye te azt szoktad mondani, hogy van egy az irodalom esetében, van egy abszolút mérce. És írsz is mondjuk például a most nemrég megjelent eszékötetedben, amik régebbi eszéket tartalmaznak, mondjuk Kardos G. Györgyről van több írás. És róla is mondod, hogy ő aztán mindent elolvasott, tehát pontosan tudta, hogy mi a mérce. Szóval ehhez képest te hol vagy szerinted? Nem tudom megállapítani, mert nem objektív az olvasatom, nyilván. De ez a kétféle mérce van. Az egyik mérce az, hogy a korban mindig van, vagy vannak olyan emberek, akik tudják, hogy mi történik. Mindig vannak ilyenek. És te ezek közé tartozol? Nem, én ezt nem tudom magamról, de azt tudom másokról, hogy van, aki közé tartozik. Például a Kardos G. György közéig tartozott, aki tudta, hogy mi van abban az időszakban, amikor ő élt. Ez az egyik mérce. Tehát hozzá lehet a többieket viszonyítani. Ő abszolút mérce a korszakban. A másik abszolút mérce, amikor meghal egy író, és azzal hirtelen bekerül a műve az időtlenségbe.
ahol egyszerre van jelen Homérosz, meg Kardos G., meg Móricz Zsigmond, meg Petőfi Sándor, mindenki egyszerre van jelen. Tehát ott megszűnnek ezek a viszonylagos relációk, hogy ahhoz képest hogy, meg mi, hogyan fejlődött később, ott csak az abszolút érték van. Hogy van benne emberi tudás, vagy nincs benne emberi tudás. Igazi emberi tudás a művében. És hát ottan nem sokan vannak. Ott kevesen vannak. Ott van pár tucat ember. Az egész irodalmat, az egész emberi irodalmat, tehát a világirodalmat tekintve. De amikor mondjuk megkérdezik tőled, hogy szereted-e a, hogy mondjam, ikonikus műveidet, és mondjuk kettőt kérdeznek, azt mondják, hogy várjál, ha jól emlékszem, hogy volt, hogy mondjuk ha X-eket és a csirkefejet, és erre te azt válaszolod, hogy az X-ek rendben van, akkor ezzel mit gondolsz, hogy mi van azzal rendben, és miért nem mondod a csirkefejet, amit hát rengeteget játszottak, és nem is csak Magyarországon. Igen. Az X-ekben van valami új, valószínűleg. Tehát azt a fajta racionálisan működő embertípust, akiről szól az X-ek, tehát ez a Boguslavski nevű színész, aki hát olyan, mint Major Tamás. Én még nem láttam leírva, nem láttam ábrázolva. Tehát abban van valami fölfedezés. Az én számomra is abszolút fölfedezés volt, amikor találkoztam Major, hogy jé, van ilyen ember. Mert hogy milyen? Próbáljuk meg körülírni, hogy milyen. Hát ahogy le van írva a regényben, ez most jó, hosszú. Hát jó, igen. De szóval egy bizony olyan embertípus, akit én nem láttam leírva. Na most a csirkefejnek a világa, szóval ilyen darabokat szoktak írni. Nem feltétlenül akkor írtak ilyeneket, amikor én írtam, nem azokban az években vagy évtizedekben, de példának okáért a Füst Milának a Boldogtalanok című drámája, ami nagyon jó dráma, az azért ilyesmi a maga idején. Tehát, hogy azt ábrázolja, amit csinálnak az emberek egymással abban az adott korban, amikor a szerző él, és olyan nyelvük van, amilyen. Na most az mindegy, hogy csúnyán beszél, nem csúnyán beszél, emelt szinten, hanem hogy ilyen típusú darabokat írtak. Uh-huh. Szerintem ilyen típusú hőst, mint a Boguslavski, nem nagyon. Na most attól még lehet, hogy a regény nem, én nem tudom, rég nem olvastam. De mégis van egy bizonyos újdonság benne, attól függetlenül, hogy a korszakban jelentette valamit. Hát akkor jelentett nekünk, de ettől függetlenül van benne valami. Uh-huh. Újabb telefon, jó estét! Jó estét kívánok, Baráti Bonni vagyok. Hát letetszettek lőni a Csirkefej című színdarabot. Hát azt azért van mondani, még helyett, helyette mondanám az Imposztort, vagy pedig a regények közül a Jégmadarat mondanám. Na, láttam én is a Koccanás című darabot a Katona József színházban. Ez egyébként filmen is van. És nagyon tetszett nekem a színpadkép és az a háromdimenziós díszlet megoldás, szóval nagyon-nagyon érdekes darab volt. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Viszonthallásra. Várjuk a további telefonokat, és jár a két jegy, Margit-sziget vagy Városmajor. Hát ugye az Imposztot ezt a Major íratta meg veled, mert hogy azt ugye az X-ekből írtad, és ezt te nem akartad, de behivatott, ezt leírod egyébként, mert ugye a Majorról is van az eszékötetedben egy írás, és hogy hát azt mondta, hogy írja meg nekem, mondtad, hogy nem tudsz visszamenni abba a korba, nem lehet nem regényből. Nem a korba, hanem a műbe magába, abba a világban. Nem lehet regényből drámát, és akkor írja meg nekem. Igen, ez történt valóban. Nekem nem jutott volna eszembe. És akkor már nem volt kérdés, hogy kétszer azt mondja neked, hogy írja meg, akkor már muszáj? Nem, hát az történt, hogy Márton László olyan fél évvel korábban fölkeresett, és azt mondta, hogy drámát írna az X-ekből. És nagyszerű, mondtam, persze, boldog vagyok, írjon. És akkor együtt
úgy kiókumuláltuk, hogy a regényt egészét nem lehet színpadra állítani, természetesen hosszú, sok szerep, hanem két epizódot kiszedtünk belőle. És az egyik a Kinkastély című kis részlet volt, amiből lehetne drámát írni, gondoltuk, a másik pedig a Vilnai vendégjáték. És akkor Márton Laci elkezdte írni a darabot, és közben hívott fel engem a Major Tamás, és én azt reméltem, hogy a Márton Laci darabja jó lesz a majornak, és akkor nekem nem kell csinálnom semmit. És augusztus végén hívott föl, akkor beszéltünk, és aztán valamikor október közepe táján megvolt a Márton Laci az első változatával ennek a darabnak, ami a Kinkastély címet viselte, és elolvastam, és nagyon szellemes, jópofa darab, de láttam, hogy nem Major Tamásnak való. Másfajta darab. És aztán valóban Vallai Péter meg Derzsi János játszott a Csizmadia Tibur rendezésében. Nem, a Szolnokon. Ja, Szolnokon. Aha. Nagyon érdekes, nagyon jó előadás volt, és nagyon jó pofa darab. De hát láttam, hogy akkor viszont nekem a másik epizódot kell megírnom, ezt a Vilnai vendégjátékot, és akkor valamikor decemberben neki láttam. De hát te a majorhoz nagyon kötődsz, mert ugye nála voltál rendező, asszisztens. Igen. Valaha igen. Egészen a pályád. Elején, hát már elég öregecske voltam, 75-ben, hát én akkor már érett ember voltam, 29 éves, akkor kerültem be a Nemzeti Színházba ösztöndíjas drámaírónak, és Major valahogy úgy intézte, hogy én legyek a segédrendezője, és borzasztó sokat tanultam tőle. Nagyon érdekes és izgalmas volt. Egy hihetetlen impulzív pasas volt, nem? Hát nagyon érdekes ember volt. És de én már azt a Major Tamást kaptam, aki a szakember, meg a szakmájával foglalkozik. Tehát akkor már nem volt igazgató, akkor már mindazokat a dolgokat, amelyeket korábban nyilván elkövetett, amik fönnmaradtak, mint történetek, meg legendák, azokat már nem csinálta. Művész volt, és egy nagyon speciális fajta, nagyon-nagyon érdekes személyiség. Azaz, hogy mi volt benne a speciális? Hát, amit megírtam Boguszlavskiba. Tehát tulajdonképpen a racionalista ripacs. Az, hogy ripacs, az nem pejoratív, hanem azt jelenti, hogy valamilyen őseredeti játéköztön volt benne, és nem lelki mélységek, hanem valami rendkívüli szélesség. És hát ilyen ripacs ösztön, tehát amikor rendezett, akkor mindig előjátszott, és hát az rendkívül élvezetes volt, ahogy túlkarikírozva. Tehát minden szerepet? Minden szerepet, persze, hát a színész minden szerepet. Ide nekem az oroszlánt is mondja, ugye a Shakespeare-nél az Uboj. Igen, tehát minden szerepet a színészel akar játszani egyszerre. Emiatt egy csomószor a próbák érdekesebbek voltak, mint az előadás. És ilyen alternatív tehetsége volt. Tehát az alternatív színházakban vannak ilyen megmutató emberek. Tulajdonképpen nem véletlenül tetszett neki a Brechti Színház, ugye, amelyik nem átélésre alapoz, hanem a megmutatásra. És mélyen rokon volt ez a dolog Major Tamásnak a lelkületével. És nagyon különleges és egyedi. Igen, te leírod, hogy se hangja nem volt, se olyan kinézete, semmi. Tehát látszólag semmi nem predesztinálta arra, hogy színész, és ugyanakkor mégis nagyon. Hát az volt, igen. Igen. Hát jó, hogyha meghallgatod Audrey Árpádnak a fennmaradt egy-két hangfelvételét, rettenetes az a racsolás, amit előad Audrey Árpád. És valószínűleg ő is óriási színész volt. Mi már csak a racsolását halljuk, mert nem látjuk mozogni, meg élni a színpadon. De nyilván ő is nagy színész. De hát mondjuk Felekik, amit még láttuk tök pöszén, óriási, és mégis nagyszerű színész. Óriási színész volt. Igen, tehát nem ezen múlik. Valami belül van ezekben az emberekben, ami átütő, és ami... Hát ez az, ami, szóval valami van bennük, ami közös kincsünk. Lehet, hogy nem a butaság és a gonoszság, amit én kaptam, és az az én tudásom. Bennük valami más van.
az az alapvető játéköztön, meg az az irdatlan humor, amivel tudnak ábrázolni. Na várja, azért most furcsa, hogy azt mondtad, hogy butaság és gonoszság a te tudásod. Igen, az az enyém. Ez mit, te egy gonosz ember vagy? Nem, én egyáltalán nem vagyok gonosz, de én tudom, hogy ez hogy működik. Hát ezt mondom, hogy gyerekkoromban én ezt megtanultam, és nem tudtam, hogy ez íróilag nagyon jelentős dolog. Egyébként visszatérve a családra, én nagyon irigylem azokat az írókat, akik olyan családból származnak, ahol rengetegen voltak. Ahol voltak unokabátyák, unokaöcsék, nem tudom, ilyen sógor, olyan sógor. Tehát ahol 30-40 ember összejött annak idején egy-egy ilyen családi ünnepségen. Mert hiszen ebből élt mindenki. Gyakorlatilag Móricz Zsigmondnak a tudása az az ő családjából származott, meg a feleségeiből. Ő nem tudott többet ennél, de viszont az legalább nagy család volt, és óriási tudása volt. Na most nekem egy szűkös kicsi család jutott osztályrészemül, és én azt tudom igazán. Újabb telefon, jó estét! Estét kívánok, Mónika vagyok Budapestről. Jó estét! Parancsoljon! Én 1974-ből mondanám a kerengőt, mert én abban az évben születtem. És még mondanák két regényt, a Jövevényt 1990-ből, és a Jégmadarat 2001-ből. Igen, hát ezt jól kipuskázta, úgyhogy köszönjük szépen, természetesen jár a két jegy, és várunk. Köszönöm szépen, várunk további szép telefonokat, hasonlókat viszont hallásra. Na, szóval, hogy várjál, elfejtettem valamit. Akartam reagálni a telefon előtt, de most már... Tudás. Ja, igen, a tudás, tudom. Tehát, hogy azok a tudásaid, mert mondok, hogy a családból vannak a tudás, hogy amikor mondjuk nagyon nem olyat írsz meg, ami a családod. Tehát mondjuk a Kvartettben, ami ugye most nagy siker a Pesti Színházban, proletárokat írsz meg, és te egy lipótvárosi gyerek vagy, szoktak neked... Új Lipót. Új lipótvárosi gyerek vagy, de szoktak téged budai úri gyereknek is mondani. Tehát, hogy az mondjuk akkor honnan van? Hát otthonról. Hát honnan lenne? Szóval az a fajta butaság, az a fajta bezárkózó hülyeség, ami például a Kvartettben is van, azt én otthonról tudom. Na most ez nagyon megtévesztő, hogy az ember hova van elkönyvelve. Az, hogy újlipótváros, az nem azt jelenti, hogy az ember a proletár mentalitást, vagy a lumpen proletár mentalitást ne ismerné. Éppen ellenkezőleg, ha olyanok a családtagok, akkor ismeri. Én például ismerem a gentry mentalitást is. Én azért ismerem otthonról. És ez nem újlipócia, hanem azért, mert anyám színésznő volt a 30-as években, és imádta ezeket a rettenetes, mondhatni förtelmes magyar filmeket, amelyek a gentry mentalitást közvetítették, és anyámnak a gesztusai onnan eredtek. Én azt ismerem, otthonról ismerem. És akkor mondjuk a honderűhöz szükséges keresztény középosztály? Azt onnan ismerem, hogy egyrészt a mi gimnáziumunk, ahol én jártam, Báci út, Bolyai János általános gimnázium, az volt a körzeti gimnázium, nagyszerű hely volt egyébként, ott olyan tanárok voltak, mint annak idején a 20-as, 30-as években a cisztereknél. Pontosan olyanok voltak, a legjobbak, akik voltak még Magyarországon, mert kirúgták őket a belvárosi iskolákból, és volt egy igazgatónk, aki egyébként ciszter volt. Érdekes módon igazgatója lehetett ennek a Kültelki iskolának, és meghívta ezeket a nagyszerű tanárokat a saját iskolájában. Tehát volt néhány évünk, amikor egy paptanár igazgatóval egy nagyszerű tanári kar gyűlt össze, és azok pontosan úgy tanították a gyerekeket, mint ahogy a honderűbe le van írva. Azért tudom, hogy pontosan úgy, mert a Széchenyi könyvtárban megvan
ennek a bizonyos osztálynak az anyaga. 8 évig vezették az osztálynaplót, minden hónapban más, és kiderült, hogy ugyanazt és ugyanúgy tanították nekik, mint nekünk. Ez az egyik forrása annak a darabnak. A másik forrás pedig az, hogy én ismertem ilyen embereket, akik a keresztény középosztálynak a legjobbjai voltak Magyarországon. Na most, egy ilyen darabot egyébként a honderű, ahol ilyen borzasztó derűvel, meg megértéssel néznek vissza a rettenetes 20. századra ezek az öreg emberek, akik mindjárt meghalnak, ilyet csak egyszer lehet írni. Úgy gondoltam, hogy egyszer meg tudom csinálni, és érdekelt a feladat, de egyébként az én fő témám az emberi butasság és korlátoltság és hülyeség, az a többi műveimben inkább jelen van. Uh-huh. Ugye itt a köteted egyébként Bada tanár úrról szóló írásoddal zárul, aki ugye itt tanított téged, és ugye róla mondott, hogy hát az életet kaptátok tőle meg, lehet, hogy fájdalmasabbá tette, és lehet, hogy ezzel kiszúrt veletek, de mégis csak tőle tanultátok meg a szellemi izgalmat és kalandozást és mindenféle egyebet. Idealizmust kaptunk tőle. Igen, idealizmust. Igen. És hát az idealizmus nem teszi könnyűvé az ember életét. De te miben vagy idealista? Mindenben. Hát az az alapmentalitása, hogy ugye a szépet és jót és a gyönyörűt várom el, és aztán ehhez képest más történt. De hát közben azokat a szerzőket szereted itt a Borowskitől a Kertész Imréig, akik ilyen száraz, kopogós racionalitással írnak. Egyáltalán nem száraz és kopogós, egyik se. Az igazat írják, az igazat, az emberről. Azt becsülöm bennük, igen. Mert még ők is idealisták. Ezt ki is fejtem, azt hiszem, a Borowskiról szóló tanulmányomban, aki talán a legmélyebben ábrázolta Auschwitzot, mindazok közül, akik írtak róla. Óriási író volt. Tadeusz Borowski, 2-szer is megjelent kötete Magyarországon, nem sokan ismeri. Nagyon kellemetlen író, mert az igazat írja a táborról, meg egyáltalán a lengyelekről, zsidókról, mindenkiről. De egy olyan alapállásból írja, ami szintén idealista alapállás. Ő a háború után kommunista lett, és akkor lett 29 évesen öngyilkos, amikor csalódott a kommunizmusban is. Tehát ő ezeket az Auschwitz novellákat még egy tiszta idea nevében írja, és utána belátja, hogy az sem működik, és akkor öngyilkos lett. De megírta a novellákat, tehát abban a pillanatban írta meg az igazat, amikor még volt valamilyen csodálatos víziója a jövőről. És Kertész Imrének is volt víziója, arról volt víziója, hogy ha ő megírja a sorstalanságot, akkor az sikert arat, mert úgy gondolta, amíg írta, hogy a magyar társadalom érett arra, hogy a tragikumot befogadja. Valószínűleg nem volt érett, de enélkül, az illúzió nélkül nem tudta volna megírni a sorstalanságot. Újabb telefon, jó estét! Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, szeretettel, Kata vagyok. Hát a kvartett nagy élmény volt, meg kell mondjam, és nem olyan régen, a közelmúltban találkoztam a HVG Hun Bogarászva a Mondóka című írásával, egy nagyon-nagyon jó pofa szatira. Gondolom az oktatás ügyben érdekelt. Nem tudom, hogy a vers is nagyon helyes benne, meg az egész, ahogy a Klikket és a Nemzeti Pedagógus Kart ott kifigurázza, hogy ez nyomtatásban jelente meg valahol, mert én máshol nem találkoztam ezzel. Na, ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy én úgy látom, nagyon széles skálán mozog a témaválasztása, bár az író úr azt mondja, hogy ő csak a gonoszság és a nem is tudom, rossz indulat berkeiben szeret mozogni, hogy valójában azt mondta, hogy az író azért író valami interjúban, hogy bele tudjon bújni mások bőrébe. No, engem ez azért kicsit jobban érdekelne, hogy hogyan tud belebújni a proletártól az értelmiségi és így tovább. Erre szeretnék egy pár mondatban, ha választ adna nekem, és el is köszönnék, további szép estét kívánok. Köszönöm, és jár a két Hegyvárosmajor vagy Margit-sziget. Akkor ez két kérdés is. Igen, az első az...
Az első lényegében az oktatás. Nem, hol jelent meg? És hol jelent meg? Ez az írásom a HVG-ben jelent meg december végén, tehát nyomtatásban is. Ugye ez lényegében egy pamflet. Igen. Egy pamflet, ami arról szól, hogy van egy kedves kis versike gyerekeknek, ami nem tudom, hogy te idézni tudod, de nem tudom idézni. Igen. Csak az a lényege, hogy ugye, ha mielőtt lelépnek a járdára, nézzenek balra, és akkor erre van, hogy balra, és ezt kezdi el kifogásolni az igazgató, hogy hát ez felháborító, hogy balra, és akkor elkezdi szivatni az illetőt, és aki végül is, ugye, hát te, mint tanár, átírod, hogy nincs benne a balra. Mert ugye abban nem mész bele, hogy azért jobbra legyen benne, mert azt mondod, hogy akkor elgázolják a gyerekeket, ha jobbra néznek. Igen, hát ez egy kis szatírácska, igen. Ez néhány héttel azelőtt íródott, hogy elkezdődtek ezek a pedagógus tüntetések. Hát lehet, hogy megéreztem valamit nyilván. Néha megérzek valamit. A másik kérdés, hogy igen, nyilván van bennem valami színészi adottság. Tehát én azt szoktam mondani, hogy én színészíró vagyok. Én nagyon szerettek belebújni másoknak a bőrébe, és másoknak a lelkébe. Például ez a Boguslavski nevű színész, ugye, abszolút nem az én alkatom. Én teljesen másmilyen ember vagyok. De borzasztó jó volt benne lakozni a lelkében, és belülről ábrázolni. És ezt máskor is nagyon szerettem. Tehát minél eltérőbb tőlem, annál nagyobb öröm. Mert ugyanis hát nyilván az ember az ember, tehát bennem is megvannak azok a csírák, amelyek ő bennük kifejlődtek, és akkor nekem az a dolgom, hogy ezt magamban egy kicsikét fejlesszem, és emiatt én tulajdonképpen több életet éltem meg, mint egy. De ez a fejlesztés, ez hogy megy? Ugye azt tudható, hogy te nagyon utána bogarászol mindennek. Az egy más kérdés, hogyha valamint dolgozom, és a környezetét a dolognak földerítem, akár mai, akár történelmi téma, de ez nem azt jelenti, hát az alakokat, azokat mégiscsak én találom ki. És hát akkor mindegyik alak én vagyok természetesen, és minél többféle alak van, annál jobban lehet élvezni a dolgot. De te ilyen módszeresen dolgozol, mint Thomas Mann, hogy odaülsz reggel és hanem? Nem, sose volt ilyen, nem. Nem, hát nekem mindig volt egy-két állásom, és akkor harmadik, negyedik műszakba írtam. Ja, tényleg azt mondtad is, hogy ugye ahhoz, hogy független legyél, ahhoz úgy gondolod, hogy nem az írásból kell megélni. Így gondoltam, igen. Így gondoltam mindig, úgyhogy én ilyen előkelő dilettánsként írtam a műveimet. Na jó, de ez mit jelentett, hogy akkor este, vagy hajnalban, vagy azt izé? Jelentette, évtizedeken keresztül, persze. Hát napközben dolgoztam, ügyeket intéztem, és éjszaka írtam. Igen. Egy darabig lehet bírni, néhány évtizedig lehet bírni, utána már nem. Ugye hosszú ideig tanítottál, és nem jó szántadból hagytad abba. Tehát az ELTE-n, még én, speckorra még én is jártam hozzád valaha, és, de hát ott voltál te állásban, és aztán a színművészetén is tanítottál egy ideig, illetve azt mondtad épp adás előtt, hogy óraadóként még az előfordul. Igen, így van. 78-ban kezdtem tanítani, meghívtak, és nekem nem jutott volna eszembe. Én teljesen antitalentumnak éreztem magam. Mert? A tanítás. Azért, mert én türelmetlen vagyok, és nem tudom rávezetni se a színészeket, se a diákokat arra, hogy maguk találjanak ki valamit, hanem úgy mondom, és miért nem tudja már is. De aztán tanítani mégiscsak úgy többé-kevésbé megtanultam. Jó pár évbe tellett egyébként, és közben, menet közben is a módszereimben kellett változtatnom, mert amikor elkezdtem 78-ban tanítani, akkor még csak 32 éves voltam, tehát nem voltam olyan messze a diákoktól, és az ő felkészültségük sem volt olyan messze az enyémtől. Tehát ők még olvastak, általános és középiskolában elég felkészülten érkeztek az egyetemre, de később ez megváltozott, és a módszereket is meg kellett változtatnom. És bele kellett törődnöm, hogy a műveltséganyag az elveszett,
most már nem lehet rá hivatkozni, és úgy kell tanítani most már Magyarországon is, mint Amerikában, ahol nem tudnak semmiről semmit. Igen, van, erről is van egy eszéd egyébként. Igen, én ezeket meg szoktam írni. Igen, hogy ott van egy nemzetközi könyvvásáron, és ott ilyen hát humorosan, de azért leírod, hogy na itt már kutya nem olvas könyveket, csak az írókat megnézi, és röviden kell mondani valami frappánsat, akkor azt megtapsolják, és téged is megtapsolták már nem tudom mivel, de amikor már valami Napóleonnal kapcsolatos poént mondta, azt már nem, mert már nem tudták, hogy ki a Napóleon. Igen, ez így van. Igen. De, na most ez nem azt jelenti, hogy nem lehet tanítani, csak más módszereket kell alkalmazni. Ugyanis a tanításban valószínűleg nem az ismeretátadás az érdekes, hanem a szemlélet megadása. Na most a szemléletet, hogyha nem lehet ismereteken keresztül közölni, akkor más módon és kell hogy? Csinálni. Hát például én sokáig azt csináltam, hogy műveket elemeztem, alapműveket, nagy műveket, jelentős műveket, amelyek nagyon sok információt tartalmaznak önmagukban, és miután beláttam, hogy ezeket nem fogják otthon elolvasni, akkor sem, hogyha egy-egy rövid novelláról van szó, tehát elkezdtem áttérni arra, hogy az órán én hangosan fölolvasom azt az egy-két oldalt, és azt elemezzük. Aztán akinek kedve van, elolvassa, akinek nincs kedve, nem olvassa el, de van miről beszélni, és mégis van közös téma. De tényleg már egy novellát reménytelen? Reménytelen. Ugye? Nem de lehet. De akkor kiknek írsz? Szóval akkor ez egy milyen izét? Tehát hogyha akkor tudod, hogy a senkinek írsz, hát nem. Azért csak van, aki, nem? Nem. Hát vannak olvasók, és Magyarországon több olvasó van például, mint a többi kelet-európai országban. Mert ez egy öreg társadalom, ugyanis a fiatalok nem olvasnak sehol a világon. Ebben nincsen utánképzés valahogy. Szóval megszűnt az a fajta irodalmi olvasás, ami volt mondjuk két évszázadon keresztül. Előtte se volt, tehát előtte is volt kultúra, csak akkor se olvastak. Például nem tudtak írni, olvasni. Na most megint probléma van az írás olvasással, tehát nagyon nő világszerte a funkcionális analfabéták száma. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz kultúra, mert ezt is el szoktam mondani, hogy az ilyen helyzet kedvez a filmnek és a színháznak. Ugyanis nem kell hozzá tudni olvasni. Tehát színházat lehet csinálni, amikor könyvet már és nem olvasnak. És egyébként nem tudom, hogy tudod-e, hogy nőtt is nem régen kijött. Nőtt. Tehát nem így csökkent, van. Hanem nőtt a színház látogatók száma. Ez valószínűleg összefügg. És pont, ami engem meglepett, hogy a fiatalokkal nőtt leginkább. Így van, tehát pótlódott a kihalt nemzedék. Igen, ez így van. 5,6 millió jegyet szoktak eladni. Pontosabban 5,6 színházlátogatás esik a 10 millió emberre. Óriási szám. Nagyobb, mint Csehországban 100 000-rel. Hihetetlen nagy szám. Ez azt jelenti, hogy a színház a legnépszerűbb magyar műfaj. Ezt nem szokták hangoztatni, erről hallgatnak, nem tudom miért hallgatnak, mint ha szégyelni kéne. Az más kérdés, hogy milyen fajta művek a népszerűek. Hát azok, amelyek a világon mindenütt. Tehát mindenütt ugyanolyan típusú műveket játszanak, és a musicallel nem lehet versenyezni, nem is kell, az olyan. Meg nem rossz műfaj. De hogy ez nem olyan, mint az olvasás, mert az olvasásban meredeken esni fog az olvasóknak a száma azzal, hogyha kihalnak az idősek, de a színház látogatók érdekes módon nem halnak ki. Furcsa eredmény, nagyon különös. Újabb telefon, jó estét! Jó estét kívánok! Parancsoljam! Üdvözlöm a Botta Gábor urat és a művész urat! Igen. Tessék mondani! Először is nagyon jó egészséget kívánok mind a kettőjüknek! Köszönjük! Hát én szeretném először a Szegedi Nemzeti Színház művész tanácsadója. Ha, tényleg az most lettél! Igen, most már ez épp nagyon jó kezdődött. Igen, és főbb művei közül kiemelni, mert nekem a 74-es év az nevezetes, mert a lányom 74-ben született. Na, a Keringő már... című regényét mondanám. Melyiket? Mert most a nem... Keringő című Keringő. Regény. Van olyan, igen. Igen. Tessék. És még egy, ami híresebb, az évad legjobb drámája, a Hello, Dr. Mengele
című az műveiért kapott elismerést. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Ön is remekül tudja használni az internetet, de természetesen jár a két jegy, és várunk még telefonokat. Azt hiszem kettőt még, ugye? Kérek egy intést a kollégáktól, mert itt meg van számolva, de két telefon. Mondjuk azt, akármi van, két telefont várunk, jó? Jó, ez például hogy jött ez a Szeged? Megkerestek, nekem nem jutott volna eszembe. És mit mondtak, hogy miért akarnak téged? Hát, hogy jobb legyen a prózai tagozat. És miben kell tanácsot adni? Hát, hogy mit játszunk, kik rendezzenek, hogy állítsuk össze az ilyenek. Csak akkor mondjuk elmentél, megnézted, hogy mik mennek ott, persze, meg kik játszanak, persze, meg izé, és akkor kitaláltál dolgokat, és meg hát is együtt találtuk együtt ki Keszég Lászlóval, aki a főrendező. Mm-hmm. Igen. Hát te voltál színházigazgató is, az még például nem kerül szóba Szolnokon. Az milyen tapasztalatokat, hogy nem volt hosszú életű, ugye? Ki se töltötted, ha jól emlékszem, nem, a mandátumodat, nem, mert ott három év, két hónap volt. Igen. Szóval én tudom, hogy akkor egyébként egyszer csináltam veled interjút, és akkor az tudom, volt valami balhé ott akkor ül, hogy 18 ember nem hosszabbítottad meg a szerződését, és ezt levélben tudattad, de és előtte is volt ez egy nem, ilyen... Ez nem, ez azért nem így van. Nem. Az első két évadban nem küldtem el senkit. Igen. És a harmadik évadban gondoltam, hogy most már ideje változtatni, de nem levélben szokott az ember ilyet mondani, hanem személyesen, mert vannak ilyenkor szerződtetési időpontok, és akkor szépen az ember... De akkor ember... ez miért terjedt el? Mert hazudoznak össze-vissza mindenkiről mindenfélét azért. Azért. Van ilyen, ismerek ilyen igazgatót, aki a vonatról telefonba küldött el embereket, de az nem én vagyok. Tehát te pacekban mindenkinek persze, megmondtad. Természetesen, persze. Hát ez nem lehet, ez az nem viselkedik, persze. És akkor ez milyen tapasztalatokat hozott neked, hogy ez neked ment volna, de rosszak voltak a körülmények, vagy nem ment? Nem, éppen kezdtünk egy nagyon izgalmas, jó színházat csinálni. Gál Erzsi és Zsótér Sándor voltak ott a rendezők, és egy nagyon tehetséges fiatal csoportot hoztak magukkal, és kezdtünk izgalmas színházat csinálni. De nem azért küldtek el, az mindegy volt. Ha nem? Hát másokkal jó volt. De az? Magyarországon a színházakban más okok szoktak közben járni. Tehát magyarul politikai okok. Hát úgy is lehet mondani, de mondjuk miután én nem nagyon politizálok, tehát azért mégis nehéz így fogalmazni. Nem lehet hát azt mondani, hogy én valamelyik pártnak bármikor bármit csináltam volna. Jó, de amikor az oktatásról megérsz egy ilyet, akkor lényegében politizálsz azért. Nem politizálok, hanem szatírát írok. Ez miért politika? Ez a dolgom, nem? Hát látom, hogy mi folyik, és akkor azt megírom. Akár tragédiába, akár komédiába. Ez az író dolga. Nem? De Magyarországon nem folyt össze gyakran a politika meg az íróság. De hát Kelet-Európában hagyományosan összeszokott folyni. Én ezt igyekeztem a saját életemből kizárni. Tehát én soha semmilyen pártos irodalmat nem műveltem. Úgy gondoltam, hogy én nem reprezentálok senkit, nem képviselek senkit, se nemzetet, se osztályt, se fajt, semmit, hanem írom a műveimet, és hogy nekem emberi szempontjaim vannak, és nem ideológiai vagy politikai szempontok. Én ezt változatlanul így gondolom, hogy ez így is volt, és amíg úgy írkálok, addig így is lesz. Az, hogy az embert besorolják ide-oda-amoda, hát az előfordul bárkivel, és mindenkivel elő szokott fordulni.
Annak idején Móri Zsigmond éppen haldoklott. Még egy vagy két napja volt hátra az életéből. Az agyvérzés után. Amikor egy Somogy megyei képviselő a parlamentben azt követelte, hogy zárják Móri Zsigmondot és a hasonlókat koncentrációs táborba. Nem zárták, mert meghalt. De hát ez minden valamire való író Magyarországon az ilyen-olyan-amolyan minősítéseket megkapja. Hát igen, te mondtad, hogy az ember megél egy bizonyos életkort, akkor már lenácizzák, lekommunistázzák, lefasistázzák, mindent megkap. Igen, persze. És persze. Te aztán kaptál? Mindenki szokott kapni azért. Mindenki megkapja magát. Jó, de volt egy például egy fő, amikor ezt a Jönnek című versedet megírtad. Nem, már előbb elkezdődött a dolog, úgyhogy, de mindegy, ez vele jár. Hát érdemes megnézni, hogy annak idején Adi, meg a Babics, meg a többiek miket kaptak. Hát igen, ezt meg szokták kapni. Igen. De mondjuk Magyarország... És ezek leperegnek rólad, vagy azért nem a lelkedre veszed? Nem, hát ha csúnyákat mondanak az emberről, az nem esik jól, természetesen. Csak előbb-utóbb az ember bizonyos rutint szerez az ilyesmibe. Tehát, hogy hát, amit mondtam, hogy vele jár. De Magyarország ebből a szempontból sokkal jobb hely, mint volt mondjuk a Szovjetunió, ahol kiszokták volt végezni az embert. Magyarországon békeidőben nem végeztek írókat. Hát voltak itt börtönbüntetésre ítéltek, vagy elítéltek, így úgy amúgy, meg még a 30-as években is, meg aztán 56 után ilyen volt. De nem akasztottak föl írókat, meg nem lőttek főbe, kivéve ugye a nyilas időszakot. De egyébként nem volt jellemző. Tehát Közép-Európában mi ebből a szempontból aránylag egész tűrhető helyen vagyunk. Újabb telefon, jó estét! Jó estét kívánok, Horovic László vagyok, és szeretettel üdvözlöm Spiró Györgyöt és Bóta Gábor urat is. Köszönjük! És ha már itt a nyilas korszakról, meg a koncentrációs táborokról volt szó, két olyan darabot mondanék, ami kötődik ehhez. Az egyik a Szappan opera, amit még az Ericsson stúdióban láttam, a megboldogult Ericsson stúdióban. Igen, hát ez már nincs, mint ahogy a Budapesti Kamaraszínház. Igen, és akkor láttam az Elsötétítést is, azt meg a Rózsavölgyi Szalomban, és ezen kívül mondanám, hogy vasárnap este a Zsidó Művészeti Napok keretében az Urániában volt egy felolvasó este, ahol a Spiró György is ott volt. Így van. Ezen kívül lenne egy kérdésem. Igen. Én megfigyeltem, hogy az összes, illetve szinte az összes műve egy szavas címet kap, hogy ennek mi lehet az oka? Köszönjük szépen, jár a két egy válaszol, Spiró György, és akkor még egy gyors telefont várunk. Igen? Igen, próbálkozom névelő nélküli egy szavas címeket adni. Mert könnyebb idézni, és könnyebben válik fogalommá. De nem mindig sikerül, mert van, amikor a névelőt nem lehet megúszni, és hát olyan is van, amikor nem lehet egy-két szóba kifejezni a címet. De nem könnyű dolog a címadás valóban. De tényleg valóban törekszem. Ugye, és az sem ritka, hogy nem adsz nevet a szereplőknek, tehát, hogy mondjuk tanár, rendőr, ennyi. Igen, anya, fiú, stb. Igen. Nem mindig van így, de elég gyakran ezt a megoldást használom, ugyanis úgy gondolom, hogy a színpadon nem individuumok szerepelnek, hanem valamilyen típusok, valamilyen kollektívumnak a megjelenítői. És emiatt sokszor zavaró, hogyha valamilyen nevük van, hogy Béla, Géza, Iluka, Cicsuka, nem tudom, az valahogy komolytalanná teszi a dolgot, tehát ezért néha nincs más megoldás, csak az, hogy ilyen funkció neveket adok nekik. Uh-huh. Akkor szerintem adjuk is be, ugye mehet az utolsó telefon, mehet, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Gulyás Éva vagyok.
Egészen pontosan egy olvasó, úgyhogy ezzel valószínűleg a koromat is elárultam már. Úgyhogy szeretném az egyik legutóbbi regényére emlékeztetni a Spiró Györgyöt, a Diavolinára, és ha visszakapcsolódnánk, volt egy olyan témájuk, hogy honnan meríti a tapasztalatokat, vagy az emlékeket, meg hogy jó lett volna egy nagyon nagy családban létezni. Hát ez a Diavolina idézőjelben egy jó nagy család, és arról is volt szó, hogy Spiró György nem politizál, de tulajdonképpen bármelyik regényét olvassuk, ugye pontosan tudjuk, hogy miről van szó. Egyébként teljesen véletlenül a tegnapi napon fejeztem be a Tavaszi Tárla című könyvét, és én nagyon sok helyen látom Spiró Györgyöt, és vannak is vele közös élményeim, bár nem ugyanolyan irányúak, de például én is együtt ünnepeltem vele a születésnapját az Irodalmi Múzeumban, ahol a barátai és írótársai írtak hozzá szövegeket, és mi nagyon-nagyon jól szórakoztunk. Ugyanígy a tavaly a Diavolinát a Margó Fesztiválon mutatta be, és azt szeretném elmondani, hogy mi is kerületi lakosok vagyunk, úgyhogy mi Spiró Györgyöt nagyon sok helyen látjuk, de többek között van egy nagyszerű kezdeményezés a 100 éves ház, ahol ugye a Palatinus házban ő is felolvasta az írását, mert ha jól tudom, abban a házban született, úgyhogy mi nagyon-nagyon kedveljük. Szeretem, amikor a zenéről beszél, és minden darabját láttuk, amit most többet is adnak a Pestiben, ugye már a kvartetről szó volt, és a Prima környék, ahol igen, ugye a nyugdíjasok jövőjéről van szó. Úgyhogy további sok sikert kívánunk, hordja sokáig a Bird Jacket még, az nekünk jó, ha látjuk, és minden jót kívánok. Köszönjük szépen, nagyon jár a két jegy, viszont hallásra. Tervek? Próbálok valamit írni még most is, igen. De mit? Komédiát. És nem lehet megsejteni, nem. Hogy azt nem lehet megsejteni. Nem, mert majd ha kész lesz, hogyha meg tudom csinálni. Hát nem könnyű. Lassan dolgozom, mert hogy lassan gondolkozom. Tényleg? Nekem idő. Igen, nagyon lassan gondolkozom. De az mit jelent a lassan jutnak eszembe a jó megoldások, és csak sok-sok rossz megoldás után jutnak eszembe. És a rossz megoldásokat is ki kell találni, és ez idő. Igen, azt te valahol mondtad is, hogy az igazolt zseniknek a kézirata is tele vannak javításokkal. Persze. Hát tehát te ilyen nagy törlő vagy? Tehát aki beír, most már nyilván számítógép, ugye? És ott egyfajtában törlöd? Hát muszáj, mert rossz, persze. Ugye. Ritka az, hogy valami úgy elsőre sikerüljön. Nagyon-nagyon ritka, legalábbis nekem. Tehát ez sokat kell dolgozni rajta, de hát ez az érdekes. Szenvedsz is ezzel? Nem szenvedek, nem. Ez nem szenvedés, hanem ez a munkám, ez nyilván szeretem csinálni, hogyha csinálom. Ő már nem csinálnám. Azért felteszem magamról, hogy nem akarok magamnak kínokat okozni egész életemben, és nyilván ezt lehet élvezni. Úgy hívják, hogy alkotás. Csak nehéz és göröngyös, de csinálni nagyon jó. Hát akkor sok élvezetet, sok alkotást kívánok neked, és nagyon köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm a meghívást. És önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket egy hét múlva, jól számom, igen, június 8-án, és lesz Bóta Café, szintén egy roppant érdekes ember lesz a vendégünk, Gerendai Károly, aki ugye a Sziget Fesztivált alapította meg és csinálja, és van, nem mellesleg, most már két Michelin csillagos étterme, tehát egy iszonyú nagy ínyenc így hobbiból is, és hát mellesleg azért üzletember is, és jócskán van egy nagy rendezvény szervező cége, és bizony az elég befolyásos emberek közé szokták őt sorolni, tehát akkor június 8-án szerd este 9-től Gerendai Károllyal várom önöket a Bóta Caféban, ezúttal is várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, és persze megint lesznek színházi jegyeink is. Viszontlátásra! Thank you.
műsor médiapartnere a Népszava.